Sok szeretettel gratulálunk Bojtos Fáb Csillának és Bojtos Zoltánnak, mert júniusban két új gyémántjuk is megszületett, így elérték a Senior Star Diamond szintet a DXN üzletükben, ami azt jelenti, hogy már három gyémánt vezetőjük is van. Csilla és Zoli Ausztriában élnek, a magyar és a német nyelvterületeken dolgoznak aktívan, és számos egyéb országból is vannak csapattársaik már. És ők ezeknek a szerdai dobbantóknak a megálmodói és házigazdái, ezért nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy minden szerdát így közösen együtt tölthetjük, tanulhatunk, gyakorolhatunk és fejlődhetünk a színes programok által. De nem csak ezzel, hanem kreativitásukkal, aktivitásukkal, az egyedi és közös projektekkel is nagyszerű inspirációk számunkra, és mind látjuk, hogy az évek alatt milyen nagyszerű emberré és vezetővé álltak. És ebben az interjúban megismerhetjük őket és az útjukat is még jobban. Úgyhogy sok szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük szépen ezt a szép kicsit elpirultam, de... Na, úgyhogy kezdem is akkor az első kérdést, hogy mit jelent az életetekben a DXN, és mi az a három legnagyobb dolog, amiben változtatok a DXN-es évek alatt? Azt hobbi. Gondoltuk, hogy néhány egy szavassal válaszolunk. Csapatmunka. Életcél. B-terv. Alternatíva az akadémikus gyógyászatra, mert nem bízom az orvosokba. Kreativitást. Elismerés. És segítségnyújtást. Karrier. Tömören. És a második kérdés, vagy a kérdés második felére, hogy mi az a három terület, amiben a legtöbbet fejlődtünk? Én megtanultam azt, hogy van alternatívája az alkalmazotti létnek, amit azelőtt nem tudtam. Megtanultuk, hogy azzal működünk együtt, aki velünk együtt működik, és teljesen mindegy, hogy most alsó vonalról, felső vonalról, vagy keresztvonalról van szó. A lényeg az együttműködés és a közös célok. A számomra tényleg bebizonyosodott az, hogy korlátok csak a fejünkben vannak. Ez egy közhely, de ezt most már én tudom, hogy tényleg így van. És amit még megtanultunk, hogy ennek az üzletnek megvan a saját tempója, amit ki kell várni. Mindenkinél más ez a tempó, de nagyon fontos, hogy az ember türelemmel kivárja, amíg megérnek a munkájának az eredményei. És azt hiszem, nekem ez a harmadik, hogy rengeteg tudás. Tehát olyan dolgokat tanultam meg, amit a DXN nélkül nem tanultam volna. Nem is akarom felsorolni, mert rengeteg. Hát ezek mind fantasztikus dolgok. Ugye ezeket nagyon jó volt meghallgatni. Ugye milyen jól látni másokon is a változás, de ugye az mindig különleges, amikor saját magunkon tapasztaljuk ezeket. Meg a csapattársainkon mindenkit, akit így ismerünk és együtt járunk ezen az úton. Az első gyémánt vezetőtök több év után született meg, majd a második 9,5 hónap alatt, és rá 19 napra pedig már a következő is beért. Szerintetek van jelentősége annak, hogy ki mennyi idő alatt érje el a gyémánt szintet, és hogyan lehet és érdemes-e gyorsítani ezt a folyamatot? Hát olyan szempontból persze van jelentősége, mert minél előbb érsz el magasabb szinteket, amihez a jó esetben forgalom is társul, annál előbb tudod kirúgni a főnököd, de mindenkinek végig kell járni a saját útját. Tehát gyorsítani mindenki saját maga tudja, hogyha önismerettel egy picit saját magán változtat, mert nekem meggyőződésem, hogy mindig mi vagyunk az akadályai annak, hogy jobban haladjunk. Tehát mindig meg lehet találni, hogy miért nem megy ez jobban. Azt meg kell keresni, és azzal lehet gyorsítani. És ez nyilván attól függ, hogy ki milyen szintről indul. Tehát ha már valaki sok mindent az élete során magára szedett, sokféle tudást sikerült, és főleg önismeretet egy magasabb szintre hoznia, akkor jó eséllyel hamarabb eléri a szintet. Ha meg még magán sokat kell dolgoznia, akkor azt nem tudja megkerülni, nem tudja megspórolni. Ez az a lépés, amit mindenkinek előbb-utóbb be kell látnia, hogy magán kell ahhoz dolgozni, hogy jól tudja csinálni. Tehát akármennyi MLM szakkönyvet el lehet olvasni, és vannak is olyan ismerőseink, akik nagyon sokat elolvastak, addig, amíg a saját magát
le nem győzi, illetve ami az ő viselkedésében vagy a hozzáállásában akadály, addig a szakmai tudást halmozhatja, de nem fog előrébb jutni. Köszönöm szépen a válaszotokat. És meséljetek még arról, hogy milyen érzés vezetővé válni. És volt-e bennetek ezzel kapcsolatban ellenállás belül bennetek, és mi változott azóta? És ti hogy látjátok azt, hogy mekkora szerepetek van a csapattársaitok sikereinek az elérésében? Sokat kérdezel egyszerre. Ki kezdi? Te kezded. Én nekem volt problémám a vezetővé válással. Én nagyon sokáig kézzel-lábbal tiltakoztam az ellen, hogy én vezető volnék. Valahol összekötöttem a főnököt a vezetővel, és most is nem szeretem, hogyha a munkatársaim viccből bossnak vagy főnöknek hívnak, mert én azt gondolom, ha egy MLM vezető főnöknek gondolja magát, vagy a munkatársai látják őt főnöknek, akkor megette fenn az egészet, ott valami nagyon el van rontva. Tehát én nekem ezzel meg kellett küzdeni. Igen. És ráadásul Zoli egy ilyen magányos farkasból, mert hát egy kamionvezető, ugye, egyedül dönt mindenről, és egyedül játszik. Szerintem ez egy kicsit válasz az előző kérdésre, és egy ilyen nagyon nagy utat járt be, mire egy ilyen közösségi emberré vált, és elfogadta azt, hogy a vezetés az egy egészen pozitív dolog, és nem ugyanaz, mint a főnöknek lenni, és hogy vezetőnek igenis jó vezető. És akkor így ez az ellenállás megszűnt. Az én részemről én annak idején facilitálást tanultam, ami egy folyamatsegítést jelent, és én most is így tekintek magamra, mint folyamatsegítő, és egy jó folyamatsegítőnek pedig az a dolga, hogy a háttérben maradjon, és onnan segítsen, tehát ne saját magát hangsúlyozza és tegye ki a színpadra, hanem azt érje el, hogy a folyamat jól menjen, akár egy embernél, akár egy csoportnál, úgyhogy ilyen szempontból én sem barátkoztam meg igazán a vezetőséggel, vagy legalábbis ezzel a fajtájával tudok csak egy azonosulni, ami ez a közös munkát jelenti. De ez biztos, hogy nagyon szépen folyamatosan érni fog bennetek. Meg ugye az is különleges, hogy ti is vezetővé váltok, de a csapattársaitok is egyre jobb vezetők lesznek. És akkor ez így nagyon szuper érzés. De akkor felteszem még egyszer azt a kérdést, mert hogy úgyis sokat kérdeztem, tehát hogy ti hogy látjátok, hogy nektek mekkora szerepetek van a csapattársaitok sikereinek az elérésében? Hogy erre is mondjatok pár gondolatot. Erik Vorre azt mondja, hogy az MLM sikered vagy sikertelenséged a tied. Tehát a sikertelenségedet nem varhatod a szponzorod nyakába, a sikereidet meg elsősorban neked köszönheted. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a sikere az övé. Tehát oké, mi inspirálhatjuk, lehet, hogy úgy inspiráljuk, hogy nem is tudjuk, hogy mi most épp inspiráljuk, meg készíthetünk eszközöket, de ezt majd Csilla elmondja, de mindenkinek az övé az eredmény. Arra ő legyen büszke, azt ő érte el. Igen, én azt gondolom, hogy amit mi oda tudunk tenni a csapattársainknak, az egyrészt a folyamatos jelenlét, mert az nagyon fontos szerintem, hogyha olyan példát látnak maguk előtt, hogy lám a vezetőink is aktívak és benne vannak az üzletben, és foglalkoznak vele nap, mint nap, és mindig azon törekednek, hogy jobbá és jobbá tegyék. Tehát ez a jelenlét, és a másik pedig, hogy bizonyos eszközöket fejlesztettünk, amivel reméljük, hogy könnyítjük az ő munkájukat. Tehát ez legyen egy weboldal, vagy egy kiadvány, vagy bármi más. És ugyanúgy eszköz a dobbantó is, vagy nekünk a vasárnapesti Koffein Klub. Tehát ezek lehetőségek, amit a csapattársainknak csak egy része vesz igénybe, aki igénybe veszi, reméljük, hogy hasznát is veszi. De arra is van példa, nem egy a csapatunkban, hogy teljesen a segítségünk nélkül mégis sikereket ért el, és ez például pont a harmadik. A Volker Roy, akit egy hónapja beszéltünk vele először, vagyis hát írtunk, egészen odáig önállóan jutott el. Tehát vele kapcsolatban annyi történt, hogy azt az embert regisztráltuk be, aki aztán őt beregisztrálta, és ezért van az, hogy mi őt személyesen nem is ismerjük, hiszen a mi direktünknek a direktje. A direktje, igen. És ő anélkül érte el ezt a szintet, hogy bármit segítettünk volna neki. Úgyhogy ez is egy út. Nem kell mindenkinek a szponzor segítségét igénybe venni. Ez nagyon érdekes, mondja, tényleg annyi lehetőség, annyi módszer, meg annyi út van, és akkor így tényleg annyi mindent meg lehet így élni, és a sikereket több módon is el lehet érni.
Na és ugye nagyon sokat számít, hogy mit érzünk akkor, amikor elérünk egy újabb célt, és hogy nektek mit jelentettek ezek a sikerek, és hogyan ünnepeltétek meg a gyémánt minősülések. Tehát, ugye először, amikor megszületett a második gyémántotok, Kővári Laci, ugye éppen akkor nyaraltatok, úgyhogy már is egy ünnepés volt, de meséljetek erről egy kicsit. Mondja. Hát csak nézegettük már nyilván előtte való hetekben is az évördöt, hogy ki hogy áll pontokkal, és igazából vártuk már nagyon, hogy mikor történik meg ez a szintlépés. De mi olyan csendben örülősek vagyunk, igaz? Nem igazán... Jó, ez... Szóval nem igazán jelent olyan nagyot az, hogy szint, mert ha megnézitek a DXM Magyarországnál még mindig ESD-k vagyunk. Az európai DXM pedig átrakott minket Litvániába, tehát mi most egy litván executive senior star diamondok vagyunk, tehát másoknak se számít az, hogy mi milyen szinten vagyunk. Akkor nekem is sokkal jobban számít az, hogy mekkora a pont érték, meg, tehát ami igazán fontos, már jelvényt ki lehet tenni, de tudok csináltatni olyat, az kész. Tehát... Na jó, ezt most nem hallottátok. Nem, természetesen örülünk nagyon persze, minden szinten lépő munkatársaknak, és mindig izgatottan figyeljük, hogy ki hol tart már az üzletben. Inkább ez csak magunkkal kapcsolatos, hogy mi végül is egy pezsgős kocintással. Ja, volt egy üveg pezsgőn, az volt ráírva, hogy 10 éves a DXM. Gondoltam, hogy a közfel megvan ez az üveg, és azt bontottuk most fel, és azzal kocintottunk. De, ja igen, ilyen különösebben nagy ünneplés nem csaptunk, de természetesen örülünk. És a második, vagyis amikor júniusban meglett a második gyémánt, na akkor? Azt akkor egyszerre ünnepeltük igazából. Igen, mert már úgy láttuk, hogy fej-fej mellett vannak, tehát ez nem volt egy ilyen nagy ugrás, hanem így tudtuk, hogy most 2 gyémánt lesz, és 2 szintet lépünk. Igen. Na és azért persze, hogy ne ilyen szerényen álljatok hozzá. Ugye én is nagyon gondolkodtam, hogy mi lenne az, aminek ti igazán örülnétek. És akkor hát még ez még nem valósult meg, de végül is az lett, hogy kaptak egy meghívást a Csilla és a Zoli hozzánk Kecskemétre, és egy egész napot együtt fogunk tölteni, csak azért eljönnek hozzánk Bécs mellől, úgyhogy nagyon aranyosak voltak, ebből is látszik, hogy milyen sokat jelent nekik. És akkor nem csak mi töltük együtt az egész napot, hanem az Európa egyetlen és leggyorsabb, éppen így, hogy a leggyorsabb is Európában, mert ugye világszinten már volt, aki belőzte, házaspárral is együtt fogjuk tölteni ezt az időt, egy közös ebédet is, és egy kis konzultációt, és természetesen közös morinzívás is lesz. Úgyhogy... És még néhány titkos projekt is van, de az titkos. Igen, mi is készülünk nagyon rá, és nagyon... Úgyhogy ez úgy körülbelül kicsit több, mint 2 hét múlva fog megvalósulni, úgyhogy nagyon várjuk ezt a találkozást, és akkor együtt fogunk ünnepelni. Még majd nekem is lesz meglepetés. Úgyhogy majd... Na, ez lesz majd az igazi ünneplés, igen. Úgyhogy ez nagyon, nagyon várom én is, és akkor na, majd elmeséljük azt is, hogy milyen volt, majd beszámolunk. És akkor végül meséljetek egy kicsit ti is a további terveitekről és céljaitakról. Figyelj, mivel én nekem ez szabadidős tevékenység, tehát nekem ez a hobbim is, én ezt nagyon imádom csinálni. Én amíg szerintem, amíg föl nem bukok, addig én ezt fogom csinálni, és addig jutok, ameddig jutok, tehát nem tudom, de meglátjuk. Így nem szoktuk sose így időbe betervezni, hogy na akkor ebben az évben lépünk ennyit vagy annyit. Az egy stressz nekem, megmondom őszintén. Amit mi most látunk, és ilyen elérendő és csábító cél, hogy kijutni Mexikóba, tehát elérni most ezt a TSI kiírást, hogy elrepülhessünk Mexikóba, és nagyon szeretnénk, hogyha már utána tényleg minden utazásra el tudnánk jutni. Ez egy ilyen vágyott álom. Úgyhogy ami meg utána jön, azt megint nem szintekbe fogalmaznám meg, hanem jó lenne már tényleg kiszállni a hagyományos mókuskerékből, és csak ezzel foglalkozni. Ez a hosszabb távú cél. Jó. És végül még valami záró gondolatot szeretnétek-e megosztani velünk? Köszönjük szépen mindenkinek, aki hozzájárult ehhez. Úgyhogy mi is nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, hogy folyamatosan inspiráltok bennünket, és további sok sikert kívánunk nektek köszönjük is az egész szépen. Csapatnak.
Köszönjük szépen. Mi is azt kívánunk nekik.